Melnyik bedobás a Tischler fejjel tovább, Cukalász nem fér hozzá. Melnyik megint, kiválóan játszik a jobb bek, Melnyik dobja ki Sasának. Élesen középre Tischler, ott a mester hármas. Elképesztő. Melnyik teszi ki jobbra Sasának, jön a beadás, és Tischler egészen közelről megint. Hát ez neki gyakorlatilag alap, hogy onnan befejeli. Vinicius visszafejeli, jött Szappanos is. Megoldották a társak. Uri, rá lehet ezt űzni. Uri, óriási gól! Az első találatát szerzi Uri a Molfehérvár FC-ben, és ez egy nagyon emlékezetes gól lesz. Itt Katanec kivágja a labdát, Uri átveszi, tor rajta egyet, és 26-27 méterről kipókhálózza a bal felső sarkot. Gyönyörű gól. Szenzációs megoldás, hiába repül Szappanos, sansza sincs. A csúsztatás nem jó, a kipattanót viszont nagyon berúgja a kapuba. Nagy János. Ugye a lövésnél ott hegedűs a kapu előtt helyezkedik, de van mögötte játékos, tehát nem lehet azt mondani, hogy zavarta volna Dombót.